Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás szeptember 30-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Itt a hetes szám az a hold energiáját szimbolizálja, és az jelenti a vágyakat, reményeket és álmokat. Az ő álmaiban ti jelentek meg, mint egy büszke királynő. A második kérdés az volt, milyenek az érzelmei. Itt újra egy királynő látható, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, az utal a könnyűségre és a kommunikációra is. Ő szeretne az érzésekről beszélni. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt a négyes szám az utal a biztonság érzetére, viszont a kép az kicsit csalós, mert ő figyel benneteket, és előugrik itt a fa mögül, és úgy tesz, mintha ez a találkozás véletlen lenne, holott ő ezt tervezi. Látni akar benneteket, és a napi csokis kártya a testi kapcsolatra utal, megvannak nála ezek a vágyak. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Most van egy kedvezmény, egy születési horoszkóp elemzése, azon kívül mi várható 2021-ben, mint egy akció megrendelhető, a két horoszkóp díja 9500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!